tisztelt vendégeink, kedves csetényiek! Nagy örömmel köszöntöm Önöket Csetényközség új bölcsödéjének, a Tipegő Csicsergő bölcsödének az átadó ünnepségén. Köszöntöm dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár. Ovádi Péter, térségi országgyűlési képviselő. Vörös Marti Évát, Veszprém vármegyei közgyűlés alelnökét. Nagy Attila polgármester urat. A környező települések polgármestereit. Az egyházi vezetőket. Az oktatási és nevelési intézményeink vezetőit és munkatársait. A projektben résztvevő tervezőket, kivitelezőket és vállalkozókat. Simon Mária Veronikát, településünk díszpolgárát. A képviselőtestület tagjait. Az önkormányzat és a Zöld Bakonyért Non-Profit Kft. Munkatársai. Településünk civil szervezeteinek képviselőit. Továbbá Csetény község lakóit. Az ünnepélyes megnyitó programja. Először az óvodás gyermekek műsorát láthatják. Ezt követően beszédet mond dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Vörös Marti Éva alelnökasszony, Nagy Attila polgármester és az intézmény vezetője Kelemen Anita. Az ünnepi beszédek után a szalag átvágása és átadása következik. Majd pedig megkérjük az egyházak vezetőit, hogy kérjék Isten áldását a bölcsödében folyó munkára. Végezetül pedig közösen bejárjuk az intézményt. Elsőként fogadják nagy szeretettel a gyermekek kedves kis táncát. Az óvodásokat felkészítette Kisné Csillag Friderika, Vargáné Kovács Ildikó és Vargáné Szabó Erika. Nem lesz rajta tő, elszáradt a szőlőtőke, szebb a barna, mint a szőke. Elszáradt a tő, nem lesz rajta tő, elszáradt a szőlőtőke, szebb a barna, mint a szőke. Jaj, de sokan néznek minket, áldja meg az Isten őket. Egy aranyalma, meg egy szép lány, a szép leány most költözi. Az aranyalma most bimbózik, bújjártal. Te szép aranyalma. Ajtóablak nyitva van, bejöhet akárki, de ha egyet gondolok, bejön Sanyi bácsi. Ennyi Sanyi bácsi, maga csúnya bácsi, éljen a fagod virágnál, almát szokott lopni. Ajtóablak nyitva van, bejöhet akárki, de ha egyet gondolok, bejön Sanyi bácsi. Ennyek Sanyi bácsi, maga csúnya bácsi, éljen a fagol virágnál, talmát szokott lopni. Pécs vár a díj nagy vásáron,
pillány, de völgyük meg. Pécsváradi nagy vásárod, szoknyát árul, libidári, libididom, sejdindi dámi, de hely asszony. Gyere már, ám nézzük meg, és ha megtetszik, libidári, libididom, sejdindi dámi, sejdindi dámi, de vegyük meg. Szerbusz ajtás, kukorica hajtás, aki fogja kezemet, öleljen meg engemet. Kilibámat elviszi, nem szívelem, de ha visszahozza, megölelem. Kilibámat elviszi, nem szívelem, de ha visszahozza, megölelem. Rétibe és kapiba, nagy fűbe jár a liba, mondd meg édes kunárom, lesz-e zsiba a nyáron? Lesz, ha a fennemet nem esz. Rétibe és kapiba, nagy fűbe jár a liba, mondd meg édes kunárom, lesz-e zsiba a nyáron? Lesz, Gratulálok ehhez a
szép játékhoz, tánchoz és a sok dalhoz, amit itt láthatunk tőletek. És ezúton én is szeretnék gratulálni a felkészítő pedagógusoknak is. Életemben harmadszor vagyok itt Csepényben, és bízom benne, hogy nem utoljára, és ez a sorozat, amit megkezdtem 5 évvel ezelőtt, ez folytatódhat, ugyanis amikor ide jövök, akkor mindig valamit ünneplünk. 5 évvel ezelőtt az óvodát avattuk itt rá referencia intézményé. Tavalyi évben együtt ünnepeltük az óvoda fennállásának 50. évfordulóját, most pedig itt állunk egy új bölcsöde kapujában. Magyarország kormánya elkötelezett a családok támogatásában. Láthatjuk, hogy évről évre egyre több bölcsőde, óvoda épül és újulhat meg országszerte. A bölcsőde, mint édesanyja is mondhatom, sokszor éreztem én magam is, hogy a családnak a meghosszabbított ölelő karja. Egy olyan intézmény, ahova legkisebb, legféltettebb kis csöpjeinket visszük el, és adjuk át az ott dolgozó gondozóknak, pedagógusoknak, hogy vigyázzanak rájuk, hogy részt vegyenek gyermekeink nevelésében, és megkezdődjön életükben az a folyamat, amit oktatásnak nevezünk. Ugyanis ez az életkor rendkívül fontos. Ebben az időszakban kapják meg gyermekeink mindazt az alapot, amire későbbi életüket tudják építeni. A bölcsőde és az óvoda az a hely, ami valóban a legfontosabb alapot biztosítja a személyiség fejlődéshez. Ezért nagyon fontos és nagyon jelentős az, hogy minél szebb, minél jobb környezetben, minél felkészültebb kollégák által nevelkedjenek a kis csöpségeink. Én bízom benne, hogy a Csepényben eddig tapasztalt kiváló szakmai munka, amit az előző évben családbarát intézmény díjjal is tudtunk kitüntetni, az tovább folytatódik itt a bölcsödében is, és hosszú távon biztosítja majd a családoknak és a gyermekeknek azt a lehetőséget, hogy eljussanak szépen a felnőtté válásig. Én nagyon szépen köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek abban, hogy ez a bölcsöde megvalósuljon, a pályázattól a tervezésig, a kivitelezésig és minden további munkálatig. Kívánok a gyermekeknek nagyon sok örömélményt, sikerélményt, az itt dolgozóknak is egy családias, biztonságos közeget, és bízom benne, hogy még nagyon sokszor találkozhatunk, és én is nyomon követhetem ezt a folyamatot. Minden jót kívánok önöknek, Isten áldását kérem mindannyiukra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tecsényiek, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepélyes pillanatkor. Csatlakozva a helyettes államtitkár asszony szavaihoz, én is azt tudom elmondani, hogy 2010 óta a polgári kormánynak nagyon fontos mérföldköveket tudott lerakni, és ebbe a családpolitika az mindig is a fókuszban volt. És hogyha megnézzük azt, hogy most már 3-szor annyi településen érhető el a bölcsődei szolgáltatás, mint 2010-ben, vagy hogyha azt nézzük, hogy a bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott az országban, akkor azt tudjuk mondani, hogy talán jó úton vagyunk, és ezen az úton kell tovább haladnunk. És itt Csepényben én is sokszor el szoktam mondani azt, hogy a jövő Csepénybe épül, és hogyha egy bölcsödét adunk át, akkor talán ez duplázva vagy triplázva is igaz, hiszen ahogy helyettes államtitkár asszony is elmondta, az óvoda is megújulhatott itt Csepényben, most egy új bölcsödét tudunk átadni, de ne felejtkezzünk el az általános iskoláról se, ami szerintem nem csak a térségben, hanem az országban is egy egyedülálló, gyönyörű épület. De amiről most beszélek, ezek csak építmények, és ezek csak egy-egy ház lenne, hogyha nem töltenénk meg lélekkel. És talán ez a legfontosabb, amit itt Csepényben ki kell emelnünk, hogy itt van lélek, és ezt pedig a lelket pedig a pedagógusok adják, amit én is nagyon-nagyon szépen köszönök, hiszen ezeknek a pedagógusoknak köszönhetően maradnak itt a gyermekek, és talán ez a legnagyobb szövetség a gyermekek
a pedagógusok és a szülők között. És ez a szövetségi csetényben nagyon erős. Én ehhez gratulálok, és itt jó építeni, hiszen van kinek építeni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is önöket a Veszprém Vármegyei Önkormányzat nevében. Nagyon nagy öröm egy ilyen szép eseményen együtt ünnepelni önökkel, hiszen a Veszprém Vármegyei Önkormányzat is egy kicsit hozzájárulhatott ennek a szép beruházásnak a megvalósulásához, természetesen a kormányunk támogatásával együtt. Én úgy gondolom, hogy a bölcsödék, az óvodák, az iskolák egy kis település életében létkérdés, stratégiai kérdés, lakosság megtartó erő, család megtartó erő, úgyhogy én nagyon szeretnék gratulálni ehhez a szép felújított létesítményhez. Nagyon halkan szeretném megjegyezni, hogy úgy gondolom, hogy egy kisgyermek életében az első 3 év nagyon meghatározó, és hogyha a lehetőség engedi, akkor a legjobb, hogyha otthon, családi környezetben, édesanyával, édesapa mellett tudja tölteni ezt az időt. De az élet ezer színű, nagyon sokféle élethelyzet van, és amikor visszakényszerülünk szülők a munka világába, akkor nem mindegy, hogy milyen megnyugtató körülmények között hagyhatjuk a gyermekeinket. Egy kis településen, mint például Csetény is, ismerjük az óvónéniket, óvóbácsikat, tanítónéniket, tanítóbácsikat, ők is ismernek bennünket, szülőket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb szeretetben és a legcsaládiasabb környezetet kialakítva vigyáznak a gyermekekre. Én szeretnék gratulálni polgármester úrnak, az intézményvezetőknek, önöknek, kedves csetényiek ehhez a nagyon szép beruházáshoz, és jó egészséget kívánok mindnyájuknak, és használják örömmel az óvodát és a bölcsödét. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Tisztelt helyettes államtitkárasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök helyettes asszony, tisztelt felekezeti vezető, tisztelt díszpolgár, tisztelt polgármester, hölgyek és urak, tisztelt képviselőtársak, tisztelt megjelentek. Köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek ma minket ezen a legmeghatározóbb, hanem a legfontosabb fejlesztésünk átadója. 2021. szeptember 18-án Ovádi Péter képviselő úr azt mondta, Csetény iránytű többi település számára. Akkor is nagy büszkeséggel töltött el elismerő szavai képviselő úrnak, ahogy most az előttem felszólalóknak. Csetény életében az elmúlt 9 év tervezéstől és megvalósításról szólt. Településünk szinte maximálisan kihasználta az EU által biztosított forrásokat, és ezáltal meg tudta valósítani azokat a fejlesztéseket, melyek fenntartható vidék érdekében jöttek létre. Így építettünk egészségházat, felújítottunk policserkastélyt, létrehoztunk iparterületet, ahol munkahelyeket biztosítunk, felújításra került a Vámbéri Általános Iskola, a Pébezdek Intézet kezelésében, és ma átadunk egy bölcsödét. A településünk hozzáállását a fejlesztési forrásokhoz talán a következő mondat foglalja össze a legjobban. Az elnyert források felhasználása során nem arra törekszünk, hogy a minimális célt elérjük, hanem arra törekszünk, hogy a források hozzájárulásával a maximális eredményt érjük el. A projektet ma átadunk, az Európai Unió finanszírozásában valósult meg, de nem hagyhatjuk ki Magyarország kormányának segítségét, és Csetény településének is jelentős önrészvállalását. Projekt az a TOP 14119 alatt valósult meg. Projekt neve Csetény bölcsőre. A beruházás mára a legnagyobb értékű beruházása lett településünknek, mivel a bölcsőde és a mellettünk lévő kampuszkapu, valamint a hozzátartozó felszerelések és parkolók együttes értéke meghaladja a 400 millió forintot. Az eredeti tervek ezen összeg feléről szóltak még 2017-ben, de az azóta bekövetkezett áremelkedések és technológiai váltások sajnos ilyen magas szintre emelték a beruházás költségét. Bármennyi akadály is jött szembe a beruházás során, mindig megtaláltuk a megoldást.
Ha kellett, új közbeszerzést írtunk ki, nagy tapasztalattal rendelkező GCRT bevonásával újra terveztük a belső részeket, módosítottuk a kiviteli tervet, hogy a végeredmény egy olyan intézmény legyen, ami maximálisan kiszolgálja majd a szolgáltatást igénybe vevőket. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy külön köszönetet mondjak a tervező PG stúdiónak, Pereszté Gábornak és Brassai Rékának, a műszaki ellenőröknek, Bischoff Péternek és Horváth Robertnek, műszaki vezetőnek, Jani Péternek, helyi vállalkozóknak, a fővállalkozást végző Kuba VT-nek, az alatta dolgozó Árkor Kft-nek, a Györgyázé Kft-nek, Molnár Sándor egyéni vállalkozónak és Csizmaria és fiának, valamint a térségben működő Fedértek Kft-nek és a csetényi felmenőkkel rendelkező és a mai napig Cseténhez kötődő Kaszáskertnek a kimagasló minőségi munkájukért. Nem szabad elfelejteni azon vállalkozókat sem, akik nem is közvetlenül, de közvetetten hozzájárultak ahhoz, hogy a Csetény önkormányzata körülbelül 20 millió forint önrészt tudjon beletenni a megvalósult intézménybe. És egy kis szösszenet a tegnap este és a ma reggelről. Tegnap este kb. 9:30 magasságában mentünk haza, amikor az utolsó játékot is összeraktuk, és a kampusz kapuval láttam egy fiatal úriember dolgozni, aki mondta, hogy Irénkének hívjon, de Csizmadia Lacika Irénke, éppen még javította a festést, és azt követően ment ő is haza, majd amikor reggel 3-6-kor visszajöttem, akkor Molnár Sándor a saját kezével gyártott villamos szekrény ajtót helyezte éppen fel reggel 3-6-kor. Tényleg azt gondolom, hogy ha nem helyi vállalkozók végzik ezt a tevékenységet, akkor az ilyen szintű akarás az nem valósulhat meg, hiszen minden vállalkozó, aki részt vesz a projekt teljesülésében, saját magáinak is tekinti ezen intézményeket. Jól hallottuk, hogy ma Magyarországon egyre több bölcsöde nyílik. Ugye 3200 település van ma Magyarországon. A 3200 településből 2000 fő alatti települések száma az 2384. Az itt élő lakosok száma 1.662.224 ember. Ezzel szemben Budapesten 1.630.000 ember él. Megragadnám az alkalmat, hogy tájékoztassam a lakosságot, hogy mégis mekkora dolog az, hogy itt egy bölcsőde előtt állunk, hogy a 2384 településből 2200-on nincs ilyen bölcsődei szolgáltatás. Úgy, hogy Magyarország lakossága sajnos csökken, vannak kirívó példák, mint Győrmoson Sopron megye a nőalakosság szám és Budapest Pest megye a szintén nőalakosság szám, és azért azt is el lehet mondani, hogy a mi kis mikrotérségünkben is nőalakosság szám, pár kis mértékben. Tisztelt megjelentek! Településünk életében ez már a harmadik, negyedik olyan projekt, ami nem kizárólag a település szolgálja, hanem a térségben elérhető szolgáltásokat növeli. Ilyen volt 2018-ban a munkahelyteremtési projektünk, ami a térségben élők egy részének biztosít munkahelyet. Ilyen a 2021-22-ben az oktatás területén megvalósult fejlesztés a Vámbéri Áron általános iskola, ami úgy szintén már a térség lakosságának egy részének biztosít tanulási helyet. 2022-től pedig ilyen, a Csetényi Sportegyesület szervezi a térségben az utánpótláskorú játékosok képzését és versenyeztetését. Településünk szolgáltatásai, melyek a térségben is elérhetőek, a mai napon tovább bővülnek, hiszen a meglévő egycsoportos mini bölcsöde, ami Szápáron működik mai napig és fog működni a következő években is, egy további kétcsoportos bölcsöde is megkezdi működését Csetényben, ahol 30 gyermek veheti majd igénybe összesen a szolgáltást két telephelyen, és már most 4 településről járnak ide gyermekek. Az elkészült épület megfelel a 21. századi elvárásainak, a benne lévő felszerelések pedig az elérhető legkorszerűbb és legjobb felszerelések, melyek hozzájárulnak a magas szintű nevelés megvalósításához. A kiválasztott munkatársak, elkötelezettek, a gyermekek gondozása és nevelése iránt. A fenntartó Csetény-Szápár intézmény társulása pedig mindent megtesz azért, hogy az intézmény mostani színvonalát hosszú távon megtartsa és tovább fejlessze. Már 2024 nyarán, tőlem jobbra, önöknek háttal, a mellettünk található felső sportpályán, a Csetény Sportegyesület sikeres pályázatának köszönhetően telepítésre kerül egy kisméretű műfős focipálya is, ami egyaránt szolgálja majd az óvodai és bölcsődei nevelésben résztvevő gyermekek testi és biztonságos fejlődését. 2024-től elérhetőek lesznek a fiatalok számára az önkormányzat által kialakításra kerülő építési telkek is,
aminek eredménye reményeink szerint sok-sok bölcs is, majd ovis gyermek. Szeretődés. Kedves megjelentek! A mai nap nem csak beavatója, hanem egy tudatos építkezés utolsó kockája, elhelyezése is. Hiszen átadásra kerül a régen általános iskolaként működő kampuszkapu, ami közösségi és ifjúsági térként fogja szolgálni a közösséget. De bejáratként szolgál majd a településen elérhető valamennyi nevelési intézetben. Miért kampuszkapu? Azért, mert mindössze 50 méteres sugarú körben valamennyi alapfokú nevelést biztosító intézmény elérhető, az iskola, az óvoda és a bölcsőde is. A kampuszkapu egyfajta közösségi és ifjúsági térként fog szolgálni a jövőben, ahol a fiatalok találkozhatnak és beszélgethetnek. Az önkormányzat igyekszik majd egyedi programokat is szervezni a fiatalok számára, hogy ezáltal is támogassuk a kultúrát, kikapcsolódást. Összességében elmondhatjuk, hogy településünk által bejárt út bár rögös volt, de az eredménye egyértelműen a közösséget és a mikrotérséget szolgálja. Fejlesztéseink elképzelésekor mindig kalkuláltunk a hosszú távú fenntarthatósággal. Csetény fejlődésének olyan szakaszában éltünk, ahol már nem iránytűként szolgálunk, hanem sarcsillagként, mert az iránytűt elmozdítani el lehet, de a csillagok mindig fent maradnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Kedves vendégek, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy egy kis időutazásra invitáljam Önöket. A világ első bölcsödéjét 1844-ben Párizsban alapították. A francia példát később sok-sok európai ország követte. Az első pesti bölcsöde 1851-ben keletkezett. Támogatók között szerepelt a Városi Községtanács, Hildegárd főhercegnő, Forrainé Brunswick Júlia és Jedlik Ányos is. Az egylet első bölcsödéje, egyben az első magyarországi bölcsöde 1852. április 21-én nyitotta megkapuit. A magyar sajtó 1845-ben írt először arról, hogy a nyugati városokban problémát jelent az, ahol a csecsemők ellátása nehézségbe ütközik, amikor mindkét szülő dolgozik. Ahol nem volt nagyobb testvér, nem volt rokon, és nem volt kire bízni a gyermekeket. Így hát gondozási lehetőségek hiány magukkal vitték az édesanyát a munkahelyekre. Itt pedig, kitéve a gyermekeket, több munkahelyi ártalomnak is. 1850-ben Pest-Budán már 11 óvoda működött. És így kézenfekvőnek tűnt az, hogy a fiatalabb korosztály számára is egy intézményt létesítsenek. Az előkészítő munkákat Maier István iskolaigazgató kezdte el, amíg Franciaországban menedékhely néven vált ismerté, így Magyarországon pedig bölcsödeként nevezték el. Csetényben 2016-ban egységes óvoda bölcsödét alapítottunk, azért, hogy segítsük a 3 év alatti gyermekek nevelését. Ez az óvodában valósult meg. Majd később, 2018-ban Szápáron megalakult a mini bölcsöde, és most pedig itt mögöttem láthatják, 2023-ban pedig egy két csoportos 24 fős bölcsödét fogunk átadni. És Maier István iskolaigazgató szavai a bölcsödékről egy értekezésben így szóltak. Jót tenni, szívünk természetébe mélyen oltott vágy. Jézus tanította meg az emberiséget szeretetből, célszerűen, mindig, egész erőmből, csak jót tenni. Egyszer, egy éjszakán, fekete felhő kerekedett. És azon az éjszakán, hatalmas nagy vihar támadt. Megáradtak a csermelyek, lezúduló víz nagy károkat okozott. Kidőltek a fák. Nagy-nagy vihar volt. És a keskeny hegyi útra pedig egy hatalmas gránit sziklának a csúcsa esett.
de olyan mélyen, hogy belesüppett a földbe, és aztán az ott maradt még reggel is. És reggel, amikor kisütött a nap, harmadcseppek ragyogtak, a fűszálak kiegyenesedtek, és amikor már a falu népe ébredezni kezdett, elindult egy kocsis. Éppen a közelgő vására sietett, sót és kátrányt akart venni. Ő volt a szatócs a faluban. És ahogy így elindult, két bivaj húzta a szekeret, és amikor ez a két bivaj odaért a nagy főhöz, megtorpantak, nem tudtak tovább menni, mert egyik oldalon a nagy mélység, a másik oldalon pedig nagy folyó nem engedte őket tovább. És ekkor a szatócs megtörölte a homlokát, felúszta az ujjasát, aztán próbálkozott, de hiába az óriási nagy sziklát ő nem tudta megmozdítani. Leült, fogta a bicskáját, és elkezdett faragni, és várta, hogy talán nála sokkal erősebb ember fog arra érkezni. És aztán ez így is történt, hisz az emberek igyekeztek a vására. És jöttek egymás után sorra, de egyiknek sem sikerült megmozdítani. Volt, aki egészen a hátával próbálta. És aztán leülte, és várakozta. És egyszer csak arra ment egy ember, a vállán bot, a boton pedig egy kosár, a kosárban pedig almát cipált. És elhagyta a tömeget, a kocsisok pedig mondták, de jó neked, hogy nincs kocsit, te el tudsz jutni a vására, de mi? Hát mi itt vagyunk. Hát azt mondta erre a szegény öreg, bizony ti is átjuthatnátok. Tehát a kocsisok csak néztek, csodálkoztak, hát hogyan, hisz megpróbáltuk, egyikünknek sem sikerült az útból ezt a követ elgördíteni. Hát persze, ésszel uraim, mondta az öreg. Nem ész kell ide, erő, mondogatták a kocsisok. És azt mondta erre az ember, ide ész kell, mert hogy ez is egyedül próbáltátok. De egyedül nem meg. Most próbáljátok meg, mindezt közös erővel. Aztán ez így volt. Mindannyian oda mentek, és közös erővel neki gyűrköztek, és azt a követ elgördítették az útból. Csetényben is így kezdődött ez. Az óvoda felújítása, majd az egészségház, az iskola, az önkormányzat épülete, a kastély, a kampuszkapu, és most itt a bölcsöde. És itt is bebizonyosodott már többször, hogy együttes erővel csoda dolgokra vagyunk képesek. Mert azt mindenkinek tudnia kell, hogy egyedül nem megy. Csak is úgy, hogyha mindenki beleteszi a tudását, a szorgalmát, az erejét és a szeretetét. Hát kívánom azt, hogy mindannyiunknak legyen elég ereje, kitartása, türelme és szeretete a mindennapokhoz. Fontos, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. És vegyük észre, hogy ott áll mögöttünk mindig valaki, aki segítséget nyújt nekünk, és még akkor is, hogyha egy nagy sziklával kerülünk szembe, közösen az akadályokat biztosan meg tudjuk oldani. Halljuk meg a segítő és bátorító szavakat, és legyünk mi magunk is a környezetünk bátorítói. Ezt kívánom most önöknek. Köszönjük szépen az ünnepi beszédeket. A szalag átvágása előtt szeretnénk köszönetünket kifejezni Simon Mária Veronika Holló László díjas festőművésznek, Csetény díszpolgárának, aki ez alkalomból három képet ajándékozott a bölcsödének. Köszönjük szépen, és munkásságához, továbbiakhoz kívánunk sok sikert és jó egészséget! Apa! Szia!
Bálint. Felkérem polgármester urat, hogy a szalagnak a darabjait jelképesen adja át Kniplő Kelemen Évának, a bölcsöde szakmai vezetőjének. Felkérném az egyházak vezetőit, Hajdó Ferencet, a Csetényi Református Egyházközség lelkészét, és főtisztelendő Horváth Lajos esperes plébánost, hogy kérjék Isten áldását és védelmét a bölcsödében dolgozó személyekre és a kisgyermekekre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban kérjük Isten áldását. Örökkévaló Istenünk, mennek és földnek teremtője, a világ mindenségnek ura és királya, életünknek megalkotója és oltalmazója, gondviselő atyánk vagy te, megváltó királyunk, és bennünket tanító lélek. Előtted állunk meg, Urunk, alázatos szívvel, és jól lehet, méltók nem vagyunk rá mégis, a te áldásodat kérjük. És imádkozunk azért, hogy te add a te bölcsességedet a bölcsödében dolgozóknak, hadd tudjanak a te szereteteddel jelen lenni minden nap a gyermekek között. Imádkozunk azért, hogy te őrizd és óvd a gyermekeket, akik valaha is ide járnak majd. És ne csak őket áld meg, Urunk, hanem a szülőket is, a családokat, akiknek a gyerekei itt nevelődhetnek majd ebben az intézményben. Örökkévaló Istenünk, hűséges Atyánk, rád bízzuk magunkat, a te bölcsességedre, a te irgalmadra, és így kérjük a te áldásodat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, aki a gyermekeket megáldotta, legyen veletek. Idézzük fel az evangélium szavait. Az Úr legyen veletek, és az Önökből. Evangélium Szent Márk könyvéből. Kisgyermekeket hoztak Jézushoz, hogy áldja meg őket, de a tanítványok elutasították őket, és amikor észrevette, helytelenítette. Hagyjátok, mondta, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hiszen ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Azután megölelte és megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Tisztelt jelenlévők! Az evangélium, ahogy kezdődik, hogy az apostolok a Jézushoz hozott gyermekeket el akarják utasítani, nem azért volt, mert olyan csúnya bácsik voltak, hanem azért, mert Jézusra figyeltek oda, a fáradt Jézust akarták kímélni. Jézus azonban erőn felül is foglalkozni akart ezekkel a gyermekekkel, mert éppen arra volt szükségük nekik és családjaiknak, hogy az Isten kegyelme, az Isten áldása legyen rajtuk.
és a kisgyermekek keresztül a legtökéletesebb áldás közvetítést lehet elképzelni és megvalósítani, hiszen a kisgyermek egészen tiszta, tudja tükrözni Isten szépségét és a szeretetét. Nemrégiben egy szentmise előtt kereszteltem, és nagyobbacska volt már, ilyen kis óvodáskorú a kisgyermek, és aztán, amikor megtörtént a keresztség, akkor úgy eszembe jutott, a mai szentmisén biztos, hogy van egy szent. Mert az a gyermek semmiféle rosszat nem tudott elkövetni, nem csak azért, mert néhány perccel előbb kereszteltem meg, hanem azért, mert abszolút jóságban él a teremtett világban, mint egy gyémánt szerepel az emberek között, és igyekszik a legnagyobb lelki csillogást biztosítani, öntudat nélkül is az Isten kegyelméből. Ilyen gyermekeké az Isten országa. Ne felejtsük el, csak zárójelben mondom, az a gyermeki lelkület, amely a felnőttekben is megvan, ugyanoda vezet. A keresztséget követően tehát szentek vagyunk, és a szentség bizony azért kopik meg, mert mi nem nagyon akarjuk bátran követni Jézust. Meg kell gondolnunk azt, hogy ezt a követést vállaljuk. Ennek a követésnek az eredményéből építkezzünk. És ne csak mi építkezzünk, hanem különösen figyeljünk oda a gyermekekre. A gyermekekre, akiknek nem csak teste van, nem csak esze van, hanem lelke van. És a gyermeknek a nevelése, gondoskodás róla, az úgy történik rendes körülmények között, hogy mind a három figyelembe van véve. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy az egész gyermek kapja meg azt a szeretetet, amelyet elsősorban a családban kap meg, de egészen biztos, hogy itt a bölcsödében és az óvodában is megkapja. Mert odafigyelő, gondoskodó emberek vannak körülöttük, akik ezt a szeretetet akarják adni. Ennek tehát lényege az, hogy a szeretet él bennünk, a szeretetet továbbadjuk, a szeretetet a kisgyermekekben erőltetjük, és akkor minden rendben lesz. Főként azért, mert nincs sokféle szeretet. Csak egyféle szeretet van, az Isten szeretete. És mindaz, aki szeret, ebből a szeretetből részesedik, ebben a szeretetben boldogul. Amen. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet tartotta. Urunk, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elég. Könyörögjünk. Mindenható Isten, áldunk Téged, mert megteremtettél és megszenteltél minket. Kérünk, vedd oltalmadba ezt a bölcsödét, amely kicsi gyermekek számára készül. Terjeszd ki kezed és áld meg ezt az épületet, a kicsi gyermekeket és az itt dolgozó gondozókat, minden itt dolgozót és akik ide betérnek. Add, hogy ez a bölcsöde a teljes biztonság, a feltétlen szeretet, az örömteli játék és tanulás helye lehessen a kisgyermekek számára, a gondozóiknak pedig segíts feladatuk, hivatásuk teljesítésében. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, se szép ünnepel. Ma
ismét egy új élménnyel gazdagodtunk. Vigyék el ezt magukkal, hiszen most különösen nagy szükségünk van erre, az alkotás és a megvalósuló álom örömére. Ilyen és ehhez hasonló sikereket kívánunk a jövőben valamennyinknek. Most pedig tekintsük meg, járjuk be közösen az intézményt, majd pedig meghívott vendégeinket a Campus Kapuban rendezett fogadásra várjuk nagy szeretettel.